Üdvözlök mindenkit, a mai videónak a témája, mi az, ami megőrjíti a narcisztikust? Felírtam négy pontot, és erről a négy pontról fogok most bővebben beszélni, ugyanis a narcisztikusoknak is vannak triggerpontja, és lehet, hogy sokszor nem is tudod, hogy éppen most mi, mi, vál, mi az, ami miért tühös, mi az, ami aktivizálta nála. Ha lehet, ez a videó a segítségedre lehet megérteni. Az első pont, tehát megszakítod a napi rutinjában a a narcisztikus személyiségzavar meg kell értened, hogy ez egy merev, rugalmatlan, kompromisszumra képtelen személyiség zavar, ami nagyon mélyen van gyökerezve, tehát a narcisztikusoknak az élete az merev és rutinszerű, tehát rugalmatlan a gondolkodás módjukra is ugyanez igaz. Tehát megfigyelheted, ha valamit megpróbáltál neki megmagyarázni, amit tudtad, hogy neked van igazad, és ő tudja rosszul, azt sem fogod tudni neki megmagyarázni, mert rendkívül rugalmatlanok, és hát milyen a hamis én, ugye, hát minden tudó zseniális, szuperintelligens, tehát ő egyszerűen nem tévedhet, és ez nem fogja beismerni akkor sem, ha egyszerűen tévedő, tévedhetetlennek látja magát, mert rendkívül rugalmatlanok. A narcisztikusnak a, a napi rutinjára azért van szükség, mert belül tele van ugye frusztrációval, tehát instabil. És azáltal, hogy megvan neki a fix napi rutinja, azáltal egy érzelmi stabilitást biztosít saját magának. Mondok egy példát. Ha narcisztikusnak megvan, hogy minden nap délután 4 órától, este 8 óráig te vele vagy, akkor te beletartozol a napi rutinjába. De ha mondjuk ebbe valami hiba csúszna, mondjuk, közbe jön neked valami, teljesen mindegy, hogy mi, de borul a narcisztikusnak ez a napi rutinja, abban a pillanatban te aktivizálhatod nála az úgynevezett narcisztikus dühöt, és ő ki fog akadni. Tehát nagyon fontos a narcisztikusnak, hogy a napi rutint az mindig ugyanúgy napról napra végrehajtsa, ezáltal stabilizálni tudja a belső instabilitását. Kettes ponthoz érünk az élet nehézségei. Ezt úgy értem, hogy a nászisztikus ugye nagyon szereti azt, ha rend van körülötte, úgy minden a helyén van, de ő maga ezt nem tudja kivitelezni. Tehát szeretik, ha rend van, de szükségük van egy olyan személyre, aki ezt megcsinálja helyettük, tehát aki úgymond megfelelően tudja az ő életüket menedzselni, főként, ha valamilyen hivatalos dologról van szó, tehát magyarul kell az életükben, ha férfi nászisztikusról beszélünk, egy olyan nő, aki úgymond egy ilyen anya szerepet betölt az életükbe, és menedzseli a kis életüket, mert ha, ugye, ha nincs ez, ilyen, ez a személy az életében, akkor borul a, billi a narcisztikusnál, ugyanis egy maga, tehát ő saját magának kellene ugye menedzselni az életét, és erre nagyon sok narcisztikus egyszerűen képtelen, és ilyenkor tényleg dühöngenek és frusztráltak. Hármas ponthoz érünk, befogadás, Hát azért sokszor ugye úgy hozza, hogy jönnek új emberek, szituációk, a narcisztikus viszont ezeket nem szereti, tehát nem szereti az új szituációkat, nem szereti az új embereket, mert minden, ami ismeretlen számára az egyben a narcisztikusnak, az ijesztő. Tehát ha jön például egy új ember, ugye akkor hát az különböző ember, különböző élesztílus, különböző gondolkodás, különböző életszemlélet, és a narcisztikus ugye csak azt szereti, ha valaki pontosan ugyanúgy gondolkodik, és ugyanúgy szemléli a dolgokat, ahogy ő, és hát ugye egy idegen embernél jó esély van arra, hogy hát ö, ők nem úgy fognak gondolkodni, ahogy ő, nem pontosan ugyanúgy fogják látni a dolgokat, ahogy ő. Tehát a narcisztikusnak az a jelmondata, hogy csak olyan embereket fogadok el, akik az én csapatomban vannak. Az valóban igaz, ha mondjuk a meg meglát egy idegen embert, akkor ő ezt nagyon sok esetben úgy látja, hogy ez egy üres lap, amiről ő bármit felírhat. Tehát ö, szeret lenyűgözni idegen embereket. ez nem azt jelenti, hogy be is fogadná őt, csak éppen kell neki a narcisztikus üzemanyag, tehát a figyelem, és ezáltal ugye idegen embereknek nagyon gyakori, hogy ugye elbűvöli őket, tehát olyan sztorikat mond, hogy másik ember csak így nézi, aztán még felállva meg is tapsolja, mert ugye egy idegen embert, aki nem ismeri még őt, azt nagyon jól meg tud vezetni, ezáltal megkapja a narcisztikus üzemanyagot, de mint már mondtam, ez nem egyenlő azzal, hogy be is fogadja ezt az embert, mert nem szeret a narcisztikus új embereket befogadni az életébe. És akkor elérkezünk a négyes ponthoz, a te önállóságod a narcisztikus ugye az mindig mindent kontrollálni akar, minden az irányítás alatt kell, hogy legyen, tehát te is. Ha azt látja viszont, hogy neked önálló gondolataid van, önálló gondolataid vannak, tehát saját életed van, az egyszerűen őt megrémiszti. Lehet ezt ugye nem mutatja ki minden esetben, de belül számára ez retentő, ijesztő és ettől frusztrált lesz. A narcisztikus partnerének, tehát mindig, a narcisztikus szemszögéből egy alárendelt szerepet kell kellene, hogy betöltsön. És ez azért kell ugye a narcisztikusnak, hogy belül ne legyen frusztrált. Tehát ha nem irányíthat, nem úgy történnek a dolgok, ahogy a narcisztikus azt elképzeli, akkor ugye ő ez azzal jár nála, hogy kontrollvesztést érzékel. És kontrollvesztést érzékel, akkor rögtön ő frusztrált lesz, és jön a narcisztikus düh. Ugye a narcisztikus gyermek gyermekkorában feláldozta a saját valódi személyiségét a hamis énnek az oltárán. Megteremtette a hamis ént, ez lett az ő istene. Ez az isten azonban nem egy jó isten, hanem egy gonosz isten. Azért gonosz isten, mert ahhoz, hogy a narcisztikus megfelelően tudjon funkcionálni, ezt a hamis ént, az istenét, ez egy mohó isten tehát ennek állandóan kell az üzemanyag. És ez csak úgy tudja elérni, hogy ennek a hamis énnek az oltárán ő további ember áldozatokat áldoz fel annak érdekében, hogy ő megfelelően tudjon funkcionálni az életbe. Ez pedig nagyon sok esetben a narcisztikus partnerének a személyisége, a valódi személyisége az, amivel fizetnie kell azért, hogy a narcisztikus megfelelően tudjon funkcionálni. És ugye pont itt van a lényeg, hogy tehát hogy ahhoz, hogy funkcionáljon a narcisztikus megfelelően, pont azért csinálja azt, hogy téged a saját képére hajlít formál, teljesen átalakít téged. Tehát magyarul megfoszt a valódi személyiségettől. Ezt kell, hogy tegye, mert ugyanezt csinálta ugye ő is gyermekkorában, hogy a valódi személyiségével fizetett a hamisének az oltárán, azonban, hogy ez, ez a maszk, ez mindig tökéletesen tudjon működni, ő neki folyamatosan ember áldozatokat kell, hogy hozzon a hamis énnek. Ez pedig az eseteknek a döntő többségében a narcisztikus partnerének a valódi személyisége. Ez az, amitől megfoszt egy narcisztikus téged. Ennyit mára, köszönöm a figyelmet, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, like csatornámon sok anyag van, lehet valamely kérdésedre megtalálod a választ.